Több éven keresztül kényszerített nőket prostitúcióra Németországban és Svájcban egy szolnoki pár. Mindkettőjüket elfogták, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda. A közlemény szerint a pár férfi tagja szinte minden esetben álnéven ismerkedett meg későbbi áldozataival, akikkel rövid ismerettség után érzelmi kapcsolatot létesített. Egyiküket megerőszakolta. Később arra hivatkozva, hogy vállalkozása anyagi gondokkal küzd, a nőket erőszakkal vagy megtévesztéssel prostitúcióra kényszerítette. A sértetteknek Németországba vagy Svájcba kellett utazniuk, ott egy magyar nő fogadta őket, aki szintén kényszer hatására betanította őket. A kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettek által megkeresett és átutalt pénzt a férfi élettársa vette el. A férfi és a nő az elmúlt években csak nem 21 millió forinthoz jutott a szexuális üzletből. A napokban elfogták őket szolnoki lakásukban, majd előállították és emberkereskedelem, illetve pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a párt. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását.